Üdvözlök mindenkit, Szegedi Balázs vagyok. A videózás témakörben az második előadás a videó szerkesztésről, a videóvágásról fog szólni. Ehhez szükségünk lesz egy erre alkalmas szoftverre. Az én választásom a Windows Movie Maker-ére esett. Többek között azért, mert ez egy ingyenes szoftver, és aki Windows operációs rendszert használ, az a Windows honlapjáról ingyenesen hozzáfér ehhez a szoftverhez, másrészt pedig magyar nyelvű és rendkívül egyszerű kezelőfelülettel rendelkezik. Nézzük, hogyan épül fel. Megnyitjuk a Windows Movie Maker-t, egy ilyen ablakkal fogunk találkozni. Itt a bal felső sarokban, a szerkesztő mezőben egy teljesen fekete sáv jelenik meg alapvetően, amikor semmi videó nincsen megnyitva. Öt alapmenüből épül fel: kezdőlap, animációk, vizuális hatások, projekt, nézet. Ahhoz, hogy a bal oldalon, bal felső sávban a szürkére festett részek elérhetőek legyenek, tehát az inaktív kezelőfelületeket aktívnak láttassuk, meg kell nyitnunk egy videót, vagy videót kell hozzáadnunk a dokumentumunkhoz. Ezt a videók és fényképek hozzáadása fülnél tehetjük meg. Kattintsunk erre. Kétszer. Nekem az én könyvtáramban van egy elkészített videóm, amit később majd meg fogunk nézni, illetve van pár fotóm, amiből most videót fogunk csinálni. Ezen az oktató videón elsősorban azt mutatom be, hogy különálló képkockákat hogyan tudunk összefűzni, azaz egyes jeleneteket, ezekhez hogyan fogunk tudni zenét hozzárendelni, időtartamot hozzárendelni, állóképekből hogyan fogunk tudni létrehozni egy zenés videó albumot, illetve hogyan tudunk címet adni a videónknak, képaláírást adni a videónknak, és táblistát adni a videónknak, majd különböző kimenti forrásokhoz optimalizálva ezeket elmenteni. Az első lépés az, hogy hozzáadjuk a képeket, vagy az adott esetben a videókat az újonnan megnyitott munkalapunkhoz. Nekem három különálló képen van, ezeket összejelölve, megnyitás gombra kattintva be is helyezem a videóba, és innentől kezdve az eddig inaktív menüpontok aktívvá válnak. Nézzük meg, mit látunk a kezdő oldalon. A kezdő oldalon tudunk zenét hozzáadni a videónkhoz. Ha van webkameránk, akkor a webkamera videóképét is fel tudjuk rögzíteni. Egy kísérő szöveget tudunk hozzá rögzíteni, úgy, ahogy én most beszélek ezen a videón. Ez a szoftver is alkalmas arra, hogy az adott kísérő szöveget felvegye. Címet tudunk adni, képaláírást tudunk adni, stáblistát tudunk adni. Adjunk egy címet ennek a videónak, kattintsunk rá, hogy cím. Én korábban ennek a videónak a fekvőtámasz címet adtam, be is írjuk, hogy fekvőtámasz. Fekvőtámasz. Entert nyomunk, ugyanúgy bármelyik szövegszerkesztőben folytonosan is tudunk írni. Entert kiveszem, nekem csak a címre van szükségem. Mellé kattintva ez be is fejeződött. Ha visszakattintunk a címmezőbe, egyrészt meg fog jelenni még egy ablak, de itt azt akarom bemutatni önöknek, hogy a címnél milyen különböző effekteket tudunk adni. Milyen becsúszásokat, elmosásokat, nagyításokat, kicsinyítéseket. Ha ezeket legörgetjük, végig tudjuk nézni, milyen kiemelési lehetőségek vannak. Alapvetően a nincs beállítás jelenik meg legelsőnek, lehet egy előtűnés, ahogy látjuk, lehet egy nyújtás, pörgés, egy távolva forgatás, egy beúszás balról, beúszás jobbról, görgetés, elfordítás, nagyítás, kicsinyítés, filmszerű effekt, ezekből különböző kategória létezik. Napszerű, különböző grafikai jelenekkel színesített, jobboldali, baloldali, itt is a grafikai jelmet látjuk két irányból, ezek különböző bordűrök, más-más színekben, más-más felépítésben, tehát összességében elmondható, hogy a szoftver
viszonylag széles körben kínál lehetőséget a főcímünknek a dizájnolására. Én úgy gondolom, nekem, ami most megtetszett, talán ez a filmszerű effekt legyen. Kattintsunk erre. Illetve ezt az ablakot nekem most ki kell törölnöm, mert ezt feleslegesen szúrtam be. Ez pedig egy kijelölés, és bocsánat, delete gomb segítségével meg is tudom szüntetni. Tehát, hogyha már van egy kész címünk, a formátum menüben tudjuk ugyanezeket a lehetőségeket elérni. Tehát rákattintottunk, átkattintottuk a formátumra, és én kiválasztottam a nekem tetszőt. Úgy tudom, talán ez nem ez, legyen ez. Szeretnénk ennek a videónak egy befejezést is adni, ezt a kis idővonalat elhúzzuk a végére, és azt mondjuk, hogy legyen egy stáblistánk, szúrjunk be egy stáblistát. Egy egyszerű, sima stáblista, ezt innen kitöröljük, és azt írjuk, hogy egészségére felkiáltójel, és kész. Ennek nem adunk semmiféle effektet. Elkészültek a képkockáink, de látjuk, hogy csak egyetlen mozdulatsort tud elvégezni a figura. Az, hogy a figura egy viszonylag folyamatos mozgást végezzen, legalább egy 10-20 másodpercig, bizonyos képkockáknak a sokszorosítására van szükségünk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a kívánt képkockákat rákattintással, Shift gomb lenyomása mellett összejelöljük, Ctrl-C vagy másolás gombbal másoljuk és beillesztjük a kívánt helyre. Mondjuk talán ennyi elég. Egy gond még akadt, hiába jelöltem ki, hogy ezek után illesz-e be a kívánt képkockát, sajnos a legutolsó képkockám ez itt maradt. Nincsen semmi probléma, nem kell megijedni, rákattintunk, arrébb húzzuk és a kívánt helyre beszúrjuk. És megvan az utolsó képkockánk. Most már a videó vágott képkockáit megtaláljuk, ezeknek időtartamot kell adjunk. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, rákattintunk az adott képkockára, illetve képkockákra, hogyha többet akarunk jelölni, és a többit is azonos időtartamra akarjuk tenni, akkor az összes képkockát kijelöljük, és a szerkesztés menüben az időtartam fülön beállítjuk a kívánt időt. Ahhoz, hogy ez a figura viszonylag folyamatos mozgást tudjon produkálni, ne legyen túlságosan szaggatott, egy másodpercnél nem érdemes hosszabb időtartamot beállítani, de én megreszkírozok egy fél másodpercet, talán ez is elég lesz. Lehet, hogy egy kicsit gyors lesz, de első körben ezt megpróbáljuk. Megvan a figura mozgásának, a képkockáinak az időtartam beállítása. Állítsuk be a kezdőlap időtartamát, ez lehet 7 másodperc. A formátum fülön pedig be tudjuk állítani, hogy mikor kezdődjön a címnél a szövegnek a becsúsztatása, beúsztatása, vagy beeffektelése, csúszson, vagy kezdődjön a legelején, és meddig tartson ez. Egy idő legyen a képkockának az időtartamával különböző legyen, ezt tetszés szerint be tudjuk állítani. A kezdési időt azt mondjuk, hogy toljuk el egy másodperccel, és mondjuk azt, hogy ne legyen 7 másodperc, csak legyen 5 másodperc a cím. Kezdési idő 17 egész, igen, mert a legvégén kezdődik el, és azt mondjuk, hogy a szöveg időtartama szinte ne legyen több 5 másodpercnél. A kezdő képkockát, ahol a figura elkezd mozogni, érdemes megnyújtani, szerkesztésfül, időtartam ne fél másodperc legyen, hanem adjunk neki 1 perc 30 másodpercet, és az animációknál pedig keressünk ki egyfajta áttűnési lehetőséget, amelyik nekünk szimpatikus, én azt fogom kiválasztani. És itt megjelenik egy ilyen lecsengést jelző elem, és megnézzük, hogy ha most le fogjuk játszani a videót, akkor ez hogyan néz ki. Tekerjük elejére a videónkat, nézzük meg a teljes nézetben, és játsszuk le.
gyönyörű szépen elkezdődik, kivilágosodik, a figurán mozog, nyomja a fekvőtámaszt, befejezi elégedetten. És jön a főcím. És köszönjük. Ez képpel ki tudunk lépni. És azt láttuk, hogy kicsit hosszú ennek a utolsó képkockának a beállítása. Ezt valószínűleg nem állítottuk be jól, bizonyám 7 másodperc. Ezt átvesszük 3 másodpercre. Szerkesztésfül 3 másodperc. Rendben van. No, de mi szeretnénk ennek zenét adni, illetve szeretnénk azt is, hogy az utolsó képkockából ne ilyen hirtelen ugorjon fel a fekete ablak. Itt azt tudjuk tenni, hogy a kezdőlapnál, animációknál adunk neki egy áttűnési lehetőséget. Ugyanazt, amit kiválasztottunk az elején. Beszúrunk egy ilyet, és egy ilyen kellemes animációba fog átmenni az utolsó képünk, szépen áttűnik feketévé, nem egy hirtelen törés lesz. Nézzük meg az eredményt. Szinte rákattintunk. Kezdődik a videónk. És innen elmaradt a cím. Akár címként is meg tudjuk adni. Szöveg beírása. Egészségére felkiáltójel. Ezt kitöröljük. Szerkesztés fülnél beállítjuk 7 másodperc helyett. 3 másodperc legyen. Nem 30, csak 3 másodperc. És adunk neki kezdőlap, animációk, áttűnés. És most újra megnézzük, hogy a felvételünk milyen lett. Ide kattintva teljes képernyős villámnézet, és azonnal is indul a videó. Escape gombbal kilépünk. A képekből álló videósorozatunk elkészült. Hasonló módon kell eljárnunk egyes felvételek esetén is, hogyha fotókból szeretnék csinálni egy videós albumot. Csak ott az egyes fényképek között hosszabb időtartamot tudunk beállítani, egyes fényképeknek hosszabb idejű megjelenítést tudunk beállítani, és ki tudjuk választani, hogy milyen animációkkal tűnjön át egyik fotó a másikban, ha akarunk animációt. Kezdőlapnál visszakattintva szeretnénk zenét hozzáadni ehhez a videóhoz. Itt a zene hozzáadása fülre rákattintunk, és kiválasztjuk a zene hozzáadása a számítógépről. Különböző forrásokat alapvetően belinkelt a szoftver, de mi a saját számítógépünkről fogunk zenét keresni. Ha valakinek nincs zene fönn a számítógépen, otthon ki tudja próbálni, hiszen a Windows operációs rendszer címekhajtóján, gyökérmeghajtón a felhasználók mappa tartalmaz egy zenekönyvtárat, mint a zenéket, és ott ki tudunk választani egyet. Sleep Away. Ezt megnyitom. A szoftver automatikusan be is teszi egy másik sávban a zenét. Ezt a zenét is lehet szerkeszteni. Meg lehet vágni, lehet csúsztatni, rövidíteni, illetve el is lehet nyújtani. Ez pedig a beállítások fül, a zenei eszköz meg is jeleníti, melyik a videóhoz tartozó eszköz, ez innentől idáig, és melyik a zenei eszköz, itt már jelölő zölddel.
ide bemegyünk a beállítások fülbe, és megnézzük, hogy milyen beállítások érhetők el, állnak rendelkezésre. Kezdési idő beállítása. A videóhoz képest hány másodperccel, illetve mekkora idő csúszással kezdődjön el a filmzene. A kezdőpont pedig azt jelöli, hogy a film, hogy a zene önmagához képest mekkora csúszással kezdődik. Tehát, hogyha az első 10 másodpercét én nem ítélem megfelelőnek, meg szeretném vágni, akkor azt mondom, hogy ne elején kezdődjön a zene, hanem amikor az énekes belép, a 10. másodpercnél. És akkor már a 10. másodpercnél fog kezdődni, be tudom állítani a zenének a végpontját, hol legyen. Ez akkor érdekes, hogyha a felvétel alá nem egy összefüggő zenét fogok berakni, hanem több más zenei anyagból összevágott snittet. Itt meg tudom mondani, hogy pontosan mettől meddig tartson a zene, és szépen egymás után tudom rendezni. Itt mondjuk azt, hogy 16,17 másodperc, azt hiszem, hogy itt van ennek a videónak a vége. 16,17. Rendben van. Nem itt van a vége, akkor vagyunk neki. Már pedig itt lesz a vége. Kezdőpont 10 másodperc, végpont 16 másodperc. Azért tette ilyen rövidre, mert itt ezt hosszú állítottam be. Kezdőpont lehet 0 másodperc, és akkor már rögtön van egy kellemes zenei hosszunk. Így már végig is ér. Játsszuk le és nézzük meg, mit sikerült beállítanunk. Az elénél be tudjuk azt is állítani, hogy ne egy ütésszerűen induljon el, hanem szépen átmenettel halkuljon le, illetve hangosodjon fel. Ezt pedig itt a bal oldalon tudjuk elérni, a felerősítés, elhalkítás. Alapvetően nincs beállítás, van, lehet egy lassú, egy közepes, egy gyors, attól függően, hogy milyen hatásokat szeretnénk elérni a fotóalbumunknál, videónknál. Ki lehet próbálni, én rákattintok itt a lassúra, és itt is a lassúra. Célszerű azt választani, befejezésnek, amit kezdésnek választottunk, tehát egy lassú bevezetést, általában egy lassú lecsengéssel. De ezt megint a maga videó határozza meg. Ha ezzel elkészültünk, szeretnénk elmenteni ezt a videónkat, többféle lehetőség áll rendelkezésre. A mentést itt a Movie Maker fülre rákattintva a projekt mentése, illetve a film mentése füleken tehetjük meg. A projekt mentésére kattintva ezt egy szerkeszthető Windows Movie Maker projekt formátumba fogjuk tudni elmenteni. A film mentése, ha erre kattintunk, itt különböző kimeneti források vannak megjelölve, amire szeretnénk menteni. Valamiféle videó fájlként fog létrejönni, általában AVI formátumot támogat a Windows Movie Maker. Lehet egy nagy felbontású megjelenítő eszköz, számítógép, DVD, e-mail, Android telefon közepes méretű, Android telefon nagyméretű, Apple iPhone-jára, mobiltelefon kisméret, a hagyományos, egy nagyobb kijelzőjű mobiltelefon, Windows Phone, kicsi nagy, Zoom HD 720 képpontos, Zoom HD készülék, különböző Android, Apple iPad, Windows 7, Windows 8 megjelenítések, webhelyes beállítások, képmentes formátum beállításai, csak hangsávot is el tudunk menteni, és vannak az egyéni beállítások. Ha ennyi beállításokra kattintunk, akkor megjelenik egy ablak, amit be tudjuk állítani a kép szélességét, magasságát, átviteli sebességét, és a képkocka sebességet. Illetve az audio formátumnak is különböző beállításai lehetnek, attól függően, hogy mit szeretnénk elérni.
És ezeket a beállításokat mi magunk el tudjuk menteni, tudunk neki egy nevet adni. Ha később ugyanazt szeretnénk használni, ne kelljen mindig ezeket a beállításokat beírogatni, csak elővesszük a listából, és kész is van. Most ezt bezárom. És kitörlöm az eddig elkészített képet, és megnézzük, hogy videót hogyan tudunk vágni. Ennek segítségével. Videóvágáshoz szükségünk van egy minta videóra, amit elkezdünk vágdalni. Ez pedig ugyanúgy, mint a fotókat, a videók és fényképek hozzáadása fűre kattintva hozzáadjuk. De kiválasztjuk meg az MP4 videóformátum megnyitásával. Kíváncsiak vagyunk, hogy tudunk-e valamit kezdeni. Elvileg sikerülnie kell. Rámegyünk a kezdőlapra, és azt mondjuk, hogy ezt itt lejátsszuk. Videóhoz használható eszközök. Itt ketté osztam a videómat. Ha a kettéosztás gombra kattintva szét tudjuk bombázni több részletre. Érdemes ezt a kettéosztás gombot választani, ugyanis a kettéosztásra kiválasztunk olyan szereteket, amire nincsen szükségünk, amire szükségünk van, a köztes részeket csak egyszerűen ki tudjuk törölgetni. Míg a levágó eszközzel az adott időtartamot letörjük. Nézzük meg, mit csinál a levágó eszköz. Beállítjuk a kezdőpontot, végpontot, és levágja. Szerkesztés, visszavonogatunk. Ketté osztunk, és a nem kívánt objektumot el tudjuk távolítani. A levágó eszköznél pedig a köztes részeket le is vágja. Ezt visszavonjuk. Megadjuk neki a kezdőpontot, megadjuk neki a végpontot. Kész. Ugyanígy tudunk eljárni a zenei eszközökkel, itt viszont a kezdési idővel, végponttal, kezdőponttal tudunk variálni. Gyakorlatilag ezzel meg is van a videóvágásunk. Ha az egyes jeleneteket fel szeretnénk cserélni, akkor csak simán egy-egy ilyen húzgálással arrébb tudjuk helyezni a képkockákat, illetve a jelenet részeket, és olyan sorrendbe tesszük be, ahogyan azt szeretnénk. Ha egy jelenetet szeretnénk ismételni, többször felhasználni, akkor azt kivágjuk, másoljuk, mágolapra helyezzük, és beillesztjük oda, ahova szeretnénk. Erre azt mondjuk, hogy mágolap, Ctrl-C, és szépen behelyezzük ide, illetve a kívánt helyre a kettő közé. Ezt általában rajzfilmeknél szokták, de vannak filmek is, amikor ezeket a részeket megismétlik. Ugyanúgy járnak el, egy jelenetet egyszer fölvettek, megvágtak, és a kívánt helyre esetleg többször visszanobálják, hogyha mondjuk van egy szereplő, aki visszaemlékezik. Cselekményesor megtörtént, időben tovább haladtunk, szereplő visszaemlékezik, egy átmenettel, mint amit mutattam is az elején, animációk, egy átmenettel szépen az emléket be lehet hozni, egy kellemes zenét alávágni, lehúzni, és készen van a videónk. Ennyi lett volna a Windows Movie Maker használata. Én szerintem viszonylag egyszerű, könnyen kezelhető, mindenki számára könnyen elsajátítható. Mindenki otthon próbálja ki, töltse le, szerintem örömüket fogják benne lelni. Köszönöm szépen a figyelmet!